A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Már 36-szor találkoztak, mi több fesztiváloztak, és tovább erősítették identitásukat a bukovinai székelyek Bonyhádon, az állandó magyarországi helyszínen. Visszatérő és új csoportokkal egyaránt találkozhatott a szép számú közönség, mind a látványos felvonuláson, mind a több órás folklórprogram során a Városi Rendezvényközpontban. A nemzetközi program sikerességét jelzi a gyerekek, fiatalok szép számú jelenléte a különböző nemzetiségű csoportokban. Emlékeztető, mi több gondolatébresztő képekből álló kiállítás vezette fel a bukovinai gyökerű székelyek szokásos nagy magyarországi ezévi találkozóját az állandó helyszínül szolgáló Bonyhádon. 30 éves jubileumához érkezett az idén a nemzetközi rendezvény sorozat. És ebben Bonyhád nem csupán egy helyszín, hanem a katalizátor szerepét tölti be már évtizedek óta. Mint a székely népcsoport magyarországi fellegvára, nem ok nélkül, hiszen itt, illetve környéken él a legtöbb bukovinai gyökerű székely Magyarországon. Bonyhádiak nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fesztivál magyarországi helyszíne a városunk, és igyekeztünk mindent megtenni annak az érdekében, annak a sikernek az érdekében, hogy ez a hétvége is nagyon jó sikerüljön, hiszen 30. jubileumi fesztivál lesz a mostani, és már év elejétől készültünk erre, és szervezzük, nem csak maga az önkormányzat vállalt ebbe szerepet, nem csak szervezőként, hanem támogatóként is, hanem természetesen a bukovinai székelyek országos szövetsége elnök úrral és a sok-sok segítőivel, munkatársaival. A bonyhádi kötődésű, ma már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János feletté büszke arra, hogy tevékeny részese lehetett már az elején ennek a népcsoport megmaradásának kultúrája továbbvitelét valóban jó szolgáló, nagy hatású, háromnapos rendezvénysorozatnak. A bukovinai székelység bár szét van tagolva, hiszen Dél-Erdélyben, az Aldunánál, Szerbiában, Vajdaságban és Magyarországon élünk, de a mi csoportjaink is ez alkalomból tudnak találkozni, tehát itt vannak a határon túliak közül Marostudasról, Csernakeresztúrról és Pancsováról is. A bukovinai gyökerű lengyelek, románok és ukránok részvétele teszi igazán európaivá, mi több nemzetközibé a fesztivált. Bonyhád innét is választott már magának testvérvárost. Úgyhogy ilyenkor ez alkalommal is szoktunk találkozni, és örülök annak, hogy ez a 30 esztendő, ami eltelt és egy hosszú utat járt be a fesztivál a fennállása óta, azok az alapcélok, amik megfogalmazottak a kezdetekkor, azok mit sem változtak, aminek a lényege az, hogy a Bukovinában élő, egykor élt és ma élő népcsoportok, nemzetiségeknek a szokásait, a kultúráját, a hagyományait megismertessék a táncon, az éneken, a zenén keresztül, és ennek a helyszíne a mi városunk, úgyhogy ezt mindig örömmel fogadjuk, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig így lesz még. A fesztivál látványos eleme a második napon szombaton sorra kerülő Bonyhád belvárosában zajló felvonulás. Gyönyörű népviseletek, az aszfalton rögtönzött zenés táncos bemutatók, gyerekek és felnőttek lélekben is összekapaszkodó együttes jelenléte. Állandó szemkontaktus az útszélén őket nagy-nagy szeretettel fogadó és irántuk nagy érdeklődést tanúsító emberekkel. Erről indult az egész dolog, a Bukovina Fesztivál, hogy valamikor Bukovinában együtt élő népek közös találkozója legyen, és azokat az értékeket hozzák, amit még valamikor együtt élve megéltek. Természetesen azóta már felnőttek, meghaltak sajnos azok az idősek, de úgy gondolom, hogy pont ez a lényeg az egésznek, hogy mindig tovább tudjuk örökíteni azokat, amiket őseinktől kaptunk. Vannak ugye Aldunáról, tehát például Pancsováról, vannak Déváról, Csernakeresztúról, Marosludasról, ahol viszont ugye már tulajdonképpen a valamikori bukovinai székelyek leszármazottjai, hiszen a bukovinai székelyekből tevődött össze, hiszen több kirajzás volt ugye a Bukovinából, és így jött létre akár a pancsovai, vagy aldunai úgy mondjuk, illetve a dévai csernakeresztúri rész, ahol tulajdonképpen még mai napig is, hát azt tudjuk, hogy természetesen csak magyarul beszélnek. Örömünkre. Szinte minden csoportban fellelhetők fiatal táncosok, már a gyerekcsoportok száma jelenléte mutatja, nem volt hiába való az elmúlt 3 évtized munkája, a székelység kultúráját az új generációk nem csak megőrzik, hanem ugyanolyan felelősséggel át is adják azt, mint elődei tették, elsősorban az elmúlt 3 évtizedben, amikor már ezt szabadon és nyíltan tehették.
Törekednek mindenképpen a hagyományápolók az eredetiségre. Az jöjjön vissza a zenében, táncban és a mindennapok kultúrájában, amit őseik a Mádé falvi veszedelem után megtartottak, illetve magukkal vittek. Azokat az értékeket, amit 1764-ben tulajdonképpen magukkal szívtak és magukkal vittek, hiszen Háromszék és ugye a Csiki medencéből onnan azok a valamikori helyek, ahol laktak, és azt megörökítették. Tehát tulajdonképpen az a fajta polgáriasodás, ami esetleg ott már bebetört, mivel elszigetelt részen voltak ugye Bukovinában, ott megőrizték ezt. Vannak visszatérő fellépők a bonyhádi találkozón, itthonról és külföldről is, de új csoportok is érkeznek minden évben. A változatosság nem csak a szép számú közönség igénye, a felvonulást azonnal követő színpadi produkciók láttán, ez viszi előre a fesztivált, a székely gyökerek erősítését. Lehetőleg más műsorszámmal, ha van mód rá is lehetőség, akkor máshonnan, hiszen ez egy rotációban úgymond elkezdődik például Lengyelországban, a helyszín, utána folytatódik, csak mondjuk Bonyhádon, ez mind Bukovin Fesztivál része, ugyanúgy utána Ukrajnába, majd folytatódik Lengyelországba, illetve Romániába. Tehát ez egy folyamatos, tulajdonképpen egy átölelő, az egész tulajdonképpen nyári időszakot átölelő programsorozat, ahol innen mennek csoportok ugye azokra a helyszínekre, valamint azokra a helyszínekről jönnek csoportok, és egy színesítik tulajdonképpen az egész programot. Érdekes a népviselet azonossága, és egyben különbözősége is, amit csak a bennfentesek vesznek igazán észre. Most már a lehetőségek diktálnak, de régebben ugye megvolt annak a konkrét meghatározott dolga, hogy egy idős mit viselhetett, egy fiatal mit viselhetett, milyen öltözetben volt. Ugye ez minél fiatalabb, annál inkább piros, meg az élénkebb színek voltak. Ahogy idősödtek, ugye akkor inkább a sötétbe átmenő volt. Sőt, ha már nagyon idős, az szinte fehérbe volt, hogy akkor megfordult. Tehát ezeket az volt lehetőség, hiszen anyáról vagy apáról, tehát ezek az öltözetek ugye megőrizték. A csizmos sem úgy volt, hogy na most megvan, és akkor voltam, amikor levették, és amikor a templomba bementek, akkor felhúzták a csizmát. Tehát vigyáztak rá, megőrizték, mert ez egy ló ára volt. Bukovinához való ragaszkodás, de nem minden áron. Az Országos Székely Szövetség igyekszik minél jobban kitárni azt a bizonyos székelykaput, behívni azokat is, akik vitathatatlanul székelyre származottak, és fontos számukra a népcsoport jelene, jövője. A hívogató szóra az idén is megjelent, és az Országos Szövetség tagja is lett, az Erdélyi Magyarok Tolna megyei közhasznú egyesülete. A szervezet tagjainak 90%-a székelynek vallja magát, és ők is éppen 30 évesek. Hagyományaink, kultúráink hasonló, mint a bukovinai székelyeknek. Ha történelmi nem teljesen, de úgy gondoljuk, ide tartozunk, ezért mi is csatlakoztunk a bukovinai székelyek szövetségéhez. Ezúttal a kajdacsi, a tolnamözsi, a szekszárdi fellépők mutatkoztak be a nagy színpadon, de ennél több települést vonz az egyesület, s a fesztivál jóvoltából, mint azt megtudtuk, újabb fontos ismeretségre, mi több kapcsolatokra tettek szert. Barátságok jönnek létre, ami nagyon fontos. Találkozások, hiszen vannak olyan ismerősök, itt találkozok olyan ismerősök, aki 30 éve nem találkoztam, és most találkozok. Tehát ez egy pozitív feltöltést ad az embereknek. Szükség van erre. Ugyan mit jövőre, meg esetleg elmennek, ha lehetőség van rá, Ukrajnába, Romániába, más úgymond nemzetközi székely találkozóra? Igen. Tehát részt fogunk venni a rendezvényeken, és biztos, hogy ahol lehet, megjelenünk. Én azt mondom, bukovinainak nem születni kell ma már, hanem hozzá kell válni. Tehát azt a kultúrát megtisztelem, megtanulom, és törekszek, akár bukovinai székely vagyok, akár nem, törekszek minél jobban és minél mélyebbre ásni, hiszen nagyon sok értékeink vannak, amit úgymond rögzítettek, ami által van lehetőség arra, hogy tovább megyünk. Az egyik fesztivál épp hogy véget ért, már kezdődik is a következő. Most a Tarka Fesztivál lázában ég a város. A pénteki nap első részében a 23. Országos Agrárfórumé volt a főszerep, most erről számolunk be. Újra elkezdődött a Tarka Fesztivál Bonyhádon, mostanra a sültökröt is feltállalták, ez már a 19. alkalom, és már elmondható, hogy a város legnagyobb rendezvényévé vált. Megszoktuk, hogy augusztus első hétvégéje a
folklóri, és a második hétvége pedig a Tarka Fesztivál, ami már gyakorlatilag olyan szinten kinőtte magát, hogy nem csak a kezdeményezés miatt és a színes gazdag program kínálat miatt jönnek sokan, hanem mindenki így is készül egész évbe, családok, baráti társaságok, hogy ilyenkor, aki már nem Bonyhádon él, de itt nőtt föl, ilyenkor hazalátogat, várják a családok, a barátok, a messziről érkezetteket, és ez egy olyan találkozási pont lett a bonyhárdiak és a bonyhárdról elszámozottak körében, ami szerintem egy kiváló alkalom arra, hogy egy, még nem mondom, hogy nyelzáró, de mégiscsak a nyár vége felé egy olyan sok-sok programmal kiegészített lehetőség, amikor együtt tudják jól érezni magukat a társaságok, közösségeket építve, hiszen ez a legfontosabb. A fesztivál hagyományosan az Országos Agrárfórummal vette kezdetét, ahol a téma adja magát, a szarvasmarha. A Bonyhádra jellemző tájfajta, a magyar tarka állománya folyamatosan nő már évek óta. A magyar tarka állománya szépen növekszik, folyamatosan, most már ugye hosszú évek óta, a termelése különösen, csak két adat, megközelítettük most már lassan a 7000 kilót átlagos laktációban, nagyon magas beltartalommal, és a csúcs tartunk a központi saját teljesítmény vizsgálatban, tenyészbika jelölt ugyan, de 120 nap átlagában több mint 2,5 kilogrammot hízott naponta. Tehát úgy gondolom, hogy a húsvonalunk is nagyon jó irányba halad, és az idejében szerződést kötöttünk Ausztriával és Németországgal a genomikai tenyészértékbecslésről, ami annyit jelent, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia, Németország, Ausztria, Olaszország és nyilván ugye Magyarország közösen fogják végezni a genomikai tenyészértékbecslést. Talán ez egy érdekes szó, hogy genomikai tenyészérték. Ez annyit jelent, hogy például előállítanak egy embriót, amiről ugye itt szó is volt, abból kivesznek egy kis mintát, és annak a DNS láncát, ha feldolgozzák, annak egy darabkájából meg tudják mondani azt, hogy mennyi tejet fog termelni az az üsző, ha női varú, vagy milyen tenyészértéke lesz, ha tenyészbika lesz. Tehát érdemes lesz-e belőle tenyészállatot csinálni, vagy ha hímivarunak születik, vagy inkább hízlaljuk meg és együk meg. Az évi 280 milliárdos bevételt hozó ágazat a legnagyobb részét az élő állatexport adja, pedig a hús lenne a kifizetődőbb. Ehhez viszont át kell venni olyan jó gyakorlatokat, amivel a hazai termékek megfelelhetnek a legkényesebb európai elvárásoknak is. Vannak itt olyan fogyasztói trendek, amit is nyugat- és észak-európai szomszédaink már nagyon jelentősen éreznek, mi még talán annyira nem, de mivel exportálni szeretnénk, ezzel nekünk is már most gyorsan kell elkészülnünk. És ez pedig az, hogy az állattartásnak a környezeti lábnyoma az viszonylag negatív megítélés alá helyezi magukat, a termékeket is. Tehát ha azt halljuk, hogy egy steaknek a vízlábnyoma a legnagyobb az élelmiszerek között, ha azt halljuk, hogy a mezőgazdasági állattartás a levegő szennyeződéshez, az ammónia kibocsátásra milyen jelentősen járul hozzá, akkor ennek Németországban vagy a skandináv államokban már konkrét a piacon érezhető következménye van, kevesebb húst vásárolnak, kevesebb tejterméket vásárolnak, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez ellen erre felkészüljünk, erre most kell azokat a jó gyakorlatokat átvennünk, illetve azokat a bizonyító módszereket, amivel be tudjuk bizonyítani, hogy a gazdálkodóink megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. A Tarka Fesztivál a tanácskozás után már könnyedebb programokkal folytatódik, lesz mit ünnepelni idén is. Mindig élünk a lehetőséggel, amikor egyéb jubileum is van, így volt ez az elmúlt években, és így lesz ez idén is, hiszen Vernau és Borszékkel, testvér településekkel jubileumot ülünk. Vernauval 30, Borszékkel pedig 5 éves testvérvárosi kapcsolat fűz minket össze, és ebből az alkalomból egy szerződés megerősítésre is sor kerül ünnepi testületi ülés keretében. Várjuk tehát a delegációkat ma este is folyamatosan érkeznek majd hozzánk. Egyébként valamennyi testvértelepülésünkről, hogy együtt közösen ünnepeljünk, és két évente Sommerfesten is kiegészül ez a hétvége, ami idén pont az a második év, amikor is lesz, vasárnap a svábság, az itt élő sváb hagyományok és kultúrái lesz a főszerep, és itt is van egy újdonság, első ízben kerül megrendezésre a sváb szépségverseny, amely országos, és 12-en neveztek rá, nem csak bonyhárdiak, hanem országhatáron belül nagyon sok helyszínről. A Tarka Fesztivál többi programjáról a következő pénteki Bonyhárdi Naplóban számolunk be.
Magyar és szovjet szakemberek közösen azonosították két a II. Világháborúban Magyarországon lezuhant szovjet repülőgép személyzetét. A hősi halálhat katonák neveit emléktábla őrzi Bonyhádon, melyet pontosan 75 évvel a tragédia után állítottak. A bonyhádi Kálvária domb alján áll ez az emlékmű, melyen 6 szovjet pilóta neve is szerepel. A katonák a II. Világháborúban haltak hősi halált, amikor repülőjükkel lezuhantak Nagymányok területén. A személyzet azonosítása hosszú évek kutató munkájával valósult meg. 2012 őszén kerestek meg orosz kutatótársaink, hogy tudnék-e segíteni két repülőgép személyzetének azonosításában, akik 1944. augusztus 9-éről 10-ére virradó éjszaka zuhantak le Magyarország területén. Egyikük a Tolna megyei Nagymányokon, a másik pedig a Bács-Kiskun megyei Akaszton. Egyik esetben sem tudták azonosítani a legénységet, és őket ismeretlen repülő személyzetként temették el. Nem volt egyszerű feladatunk, hiszen a korabeli dokumentumok nem említették a neveket, csupán az, hogy egyik helyen 5 fő, másik helyen 6 fő, 6 hősi halált. Az egyik legnagyobb reményt a roncs helyszínéhez fűztük. Gondoltuk, hogy sikerül olyan darabokat találnunk, amin azonosító számok vannak, illetve olyan feliratok, amiből meg tudjuk állapítani, hogy melyik gép zuhant le itt a Nagymányoki erdőbe. Sajnos azonban többszöri erőfeszítésünk ellenére ilyen roncs darabot nem sikerült felelnünk, ezért más módszerhez kellett folyamodnunk. A szemtanúk meghallgatása sem vezetett közelebb az eredményhez, bár ők nagyon sok részletet elárultak arról a tragikus éjszakáról, de az ő beszámolójuk sem említette azt, hogy kik voltak vajon ők. Ezek után az orosz kollégáktól bekértünk minden korabeli dokumentumot, ami az orosz levéltárakban feltelhető. A Tolna megyei levéltárban felkutattam minden szintén felelhető dokumentumot, és végül ezeket a dokumentumokat vettük alaposan górcső alá. Az átütő sikert végül is az a két rádió üzenet adta meg, amit aznap éjjel a két repülőgép hazaküldött kijevi bázisára. Ezeknek a rádió üzeneteknek a pontos időrendben állítása, illetve ezeket párhuzamba helyezve a magyar és orosz jelentésekkel, majd még árnyaltabban ezeket kiegészítve a szemtanúk beszámolóival 2015-re teljes bizonyossággal sikerült megállapítani, hogy Nagymányokon ki az a 6 fő, aki elesett. Ezek után értesítettük az orosz kollégákat is erről az eredményről, akik azonnal megkezdték a hozzátartozóknak a felkutatását. Az akasztói gép személyzetének esetében sajnos nem vezetett eredményre a kutatásuk, ám a Nagymányokon hősi halálhoz 6 pilóta hozzátartozik, közül 5-ükkel sikerült felvenniük a kapcsolatot. Közülük is a gép egykori kapitányának, Ármen Ártemovics Karakozov gárda századosnak a fia Yuri jelezte, hogy szeretne Magyarországra jönni és megnézni azt a helyet, ahol édesapja elesett, illetve azt a sírt, ahol ma nyugszik. Erre a megható találkozása 2018. május 26-án került sor. Ezek után kezdtük el mi roncskutatók szervezni, hogy a sírra végül is felkerüljön a 6 név, és ez többszöri egyeztetés, levelezés és szervezés után a Magyar Roncskutató Egyesület anyagi támogatásával és a Bonyhádi Önkormányzat anyagi támogatásával végül létrejöhetett. Ma azért állunk itt, mert ez a tábla felhelyezésre került, méghozzá napra pontosan 75 évvel azután, hogy ez a 6 bátor fiatalember életét vesztette itt a közeli Nagymányokon. A kutatást orosz és magyar szakemberek közösen végezték. Az azonosításban a Magyar Roncskutató Egyesület is részt vett. A Magyar Roncskutató Egyesület azzal a célra jött létre, hogy a Magyarországon föllelhető különböző repülőgép és egyéb harcjárművek kapcsán föllelhető tárgyi emlékeket gyűjtse, illetve a hozzájuk kapcsolódó történeteket tárja föl, hiszen ahogy a beszédben is elhangzott, elég komoly sötét volt. Van, ugye volt egy 40 éves időszak, amikor nem nagyon lehetett igazából beszélni ezekről a dolgokról, illetve egy oldalú volt a történelem, és a rendszerváltás után elindult egy folyamat, amikor próbáltuk rendbe rakni a történelmet. Elsősorban az Egyesület a repülőgép roncsok, illetve a repülőgép eseményekhez kapcsolódó dolgokat kutatja, de az Egyesület másik részén foglalkozunk harcjármű
elvekhez kapcsolódó eseményekkel is. Itt ugye minden egyes ilyen repülőgép szerencsétlenség vagy lezuhanás kapcsán fölmerül a személyzet kérdése, hiszen nagyon sok esetben az odaveszett harcjárművekben vagy repülőgépekben személyzet tartózkodott. Őnekik a fölkutatásához kapcsolódóan is nagyon fontos feladatot láttunk el. Ez így történt ez esetben is, hiszen már a fellelhető roncsok azok nem voltak zömébe azonosíthatóak, de a személyzet kapcsán egy történet záródott le, és ami a legfontosabb ebbe és minden ilyen kutatásba, ahol áldozatok is vannak, hogy a hozzátartozók, a családtagok meg tudják, hogy mi történt a szeretteikkel. Na, ahogy el is hangzott, 2011 óta végzünk közös kutatásokat az orosz roncs kutatókkal. Nagyon jó az együttműködés, hiszen több alkalommal ők jártak itt Magyarországon és részt vettek számukra fontos kutatásokban. Találtunk meg közösen olyan helyszíneket, ahol személyzetek voltak azonosíthatóak, és hát mi is kint járhattunk Oroszországba több alkalommal a Donkanyarban. Az egyik legfontosabb 2012-ben Horth István repülőgép helyszínének, lezuhanási helyszínének a kutatása volt, ami azért is volt kiemelkedő, hiszen 70 évvel az előttig senki nem járt azon a helyszínen, úgyhogy ez történelmi léptékű volt, én azt gondolom, olyan helyszíneken járhattunk, ahol egykor a magyar katonák vagy a kormányzó helyettes is volt, az iloszkai repülőteret, ami a bázisuk volt, kutathattuk, és nagyon sok más helyszínt, de azóta ugye több föltárás is történt, ahol mindig személyzetekhez kapcsolódó feltárások voltak, hiszen mind a Kopanivcsei, mind az Urivi feltárás kapcsán repülőgép személyzeteket találtunk meg, akik vagy Oroszországban a magyar katonai temetőben, a központi katonai temetőben lettek elhelyezve, vagy hazakerültek Magyarországra, és hát az orosz barátaink is többször jártak azóta Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez példa lehet arra vonatkozólag, hogy az egykori ellenfelek adott időszakban ellenségek bizony a kutatásban, a családokban nagyon fontos lehet, hiszen ahogy elhangzott itt is, a pilótának a fia itt járt Magyarországon, és végre megtudta azt, hogy az édesapjával mi történt, és talán ez a legfontosabb az egész munkánkban. Napra pontosan 75 évvel a tragédia után a magyar és orosz felek koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek a szovjet pilóták emlékének. 19. alkalommal rendezték meg Bonyhádon a Völgységi Roma Napot. A rendezvényen a romák kultúrájára és gasztronómiájára helyezték a hangsúlyt. Táncos és énekes produkciók szórakoztatták a közönséget. A Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint a rendezvénynek az a célja, hogy a különböző csoportok megismerjék egymás kultúráját. Magyarországon hatalmas kultúrája van a romáknak. A muzsikusoktól elkezdve egészen a teknővályokig számos olyan mesterség volt a 20. század elején és közepén, amit a romák végeztek. Ezen mesterségek művelői napjainkban már csak a hagyományőrzői szinten maradtak fent. A 19. alkalommal megrendezett Völgységi Roma Nap így a kultúrájuk megőrzéséről és annak átadásáról szólt. A roma kisebbség, akkor még cigány kisebbségnek hívták őket, az első ciklus óta, azok már kiöregedtek, tehát mennek már most már a vezetők. Azok kezdték el ezt, hogy minden évben Roma Napot rendezzenek meg, pályázati alapból, meg adományokból. Hát az adományok azok úgy sikeresek, mondjuk, mert most is itt meg szeretném köszönni a város polgármesterének és a képviselőtestületének ezt a nagyon nagy segítséget, amit kapunk tőlük. Évről évre, minden évben 1.300.000 forinttal támogatják a roma napunkat. Hát természetesen abból az 1.300.000-ből nagyon szépen tudunk gazdálkodni. Több mint 80%-át a jó tanuló roma gyerekek ösztöndíjára fordítunk. Gálozdi Józsefné azt mondja, Bonyhád városa mindig nagy segítséget nyújtott abban, hogy a jó tanulók eredményeit elismerjék. Úgy véli, hogy ez az elismerés ösztönözheti őket arra, hogy továbbra is ugyanolyan kiemelkedő eredményekkel folytassák tanulmányaikat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondja, hogy a Roma Nap egyik fő üzenete az, hogy a különböző csoportok megismertessék egymással hagyományaikat, kultúrájukat.
ez a rendezvény abba segíti őket, ugye, hogy vannak ugye, a beások, vannak a lovárik, vannak a teknősök, vannak a rumunglók, mindenkinek, minden egyes népcsoportnak ugye más a szokása, más a tánca, más a muzsikája, és hát ez a fesztivál főként arról is szól, hogy egymás előtt bemutassák azt, hogy az ő csoportuk mit tud, mit tanult, mit hogyan kéne, milyen az öltözetük. Hát az összefogás, magyarul mondva az összefogás, tehát hogy próbálják összefogni magyarországi kultúrát, ugyanúgy a gasztróba, ugyanúgy a táncba. Én gondolom, hogy majd csak egyre jobb lesz. A roma kultúrához azonban nem csak a tánc és a zene kapcsolódik. Kálozdi Józsefné szerint a gasztronómia is fontos eleme a kultúrának. Tarkamarha fesztiválon is szerepet kapnak a hagyományos roma ételek. Én is a város gasztronapján fogunk szerepelni a város gasztrokönyvébe. Megmutatjuk a hagyományos étkeinket. Bonyhádon van egy idős néni, Györgye László nénak hívják, aki ma is főz nekünk, csak még nem érkezett ide, ugye, mert később hozza ő a kaját, amit főzött. Ő fog szerepelni a könyvünkbe, a gasztrót azt nagyon-nagyon-nagyon követjük, tehát fűszeresebben, erősebben, másképp főzünk. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint a mai világban már egyre nehezebb megőrizni a kultúrájukat, hiszen kevés olyan ember van, aki tovább is adná a fiatalabb nemzedéknek kultúrájuk jellemzőit. Megőrizni igyekszünk átadni a gyerekeknek, átadni az unokáknak, odaállítjuk őket a kályhához, hogy figyeljék, ezt így kell, úgy kell. Tehát próbáljuk átadni, próbáljuk, amennyiben sikerül átvenni. De hát nem sok családban sikerül, mert a mai gyerekek azok már nincsenek ahhoz szokva, hogy a kályha mellett ülnek, aztán kavargatják az edényeket. A völgységi roma napon az érdeklődők különböző táncegyütteseket nézhettek meg, és hagyományos roma ételeket kóstolhattak. Ennyi volt a Bonyhádi Napló, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!